Évekig kihasználatlanul állt a karcagi malom területe. Új tulajdonosa 8 évvel ezelőtt vásárolta meg, 3 éve pedig komoly fejlesztés kezdődött. Magasra van állítva a mérce, hiszen itt egy új malomépület fog megvalósulni a környezetbe és Karcag hagyományaiba illeszkedően. És nem csak egy malomépület, mert hát a búzát, az árpát évezredek óta őrlik, hanem egy olyan technológia is, amely még nem honosodott meg Magyarországon, egy bulgúrüzem. Hiszen a szatmári cégcsoport arról híres, ha valamihez hozzákezd, valamit meg akar valósítani, akkor már fejben ott van a következő lépés, a második, a harmadik. Én ezt az innovációt, ezt az újravaló hajlamot szeretném, ha minél tovább megőriznék az egész szatmári családban és az egész szatmári cégcsoportban, mert a magyar gazdaság így tud erősödni. Ha vannak tetrekész, fejleszteni tudó emberek, és vannak új, megvalósítani ötletek. A 1,5 milliárd forintos fejlesztés 750 millió forintos kormányzati támogatásból valósul meg. 2021 tavaszán a jelenlegi tulajdonos Szatmári Zoltán keresett meg lelkes csapatával, és azzal az elképzeléssel, hogy a karcagi malom területén újra működő malomipari tevékenység vegye kezdetét. Az épületet, az akkor még álló épületet átvizsgálták, tervezői statikai vizsgálatok után azonban arra a megállapításra jutottak, hogy az e területen álló épületek nem alkalmasak a feladat ellátására. Leromlott műszaki állapotuk, vizesedésük, a jelenlegi technikai feltételeknek nem megfelelő voltuk miatt, azok elbontása volt javasolt. Fájó szívvel, mint minden karcaginak nekem is, a tulajdonosok döntését el kellett fogadni. Egy dolog azonban már az első megbeszélésünkkor is biztosan látszott és érződött. Szatmári Zoltán nem rombolni jött Karcagra, hanem építeni. Építeni és újraindítani az újkori malomipar fellendülését. Ez látszott már a kukoricamalom elkészítésekor, a rizshántoló malom területén történt egyéb fejlesztéseiknél. Mindkét esetben odafigyeltek, hogy az elképzelt funkció a technika és az esztétikum összhangjával illeszkedjen a városképbe. A jelenlegi fejlesztésnél is a város kérésének megfelelően egy olyan épület került megtervezésére, amely valamelyest emlékeztet a régi téglaépületre, és mely hasonlóképpen meghatározója lesz a városi utcaképnek. Funkciója bővül, hiszen búza mellett több termés, rozs, árpa, len őrlésére is alkalmas lesz, igazodva a megváltozott étkezési és gasztronómiai szokásokhoz, trendekhez. Tisztelt jelenlévők! Karcagváros önkormányzata elkötelezett az olyan fejlesztések mellett, melyek további munkahelyeket teremtenek településünkön, amelyek azt szolgálják, hogy aki helyben szeretne boldogulni, az helyben találja meg számítását. Elkötelezettek vagyunk a város fejlődése érdekében, abban, hogy Karcag élhető, szép település legyen. Kívánom a beruházó tulajdonosoknak, hogy a megvalósuló beruházás hozza meg azt a célt, amelyet kitűztek maguk elé. Az 1500 négyzetméteres malomépület mellett felépül egy 1000 négyzetméteres kéztermékraktár, valamint 30 000 tonna termény tárolására képes betonsilók is. Meg kell erősíteni a magyar gazdaság kulcs területeit. És ha ilyen kulcsterületet veszek számba, akkor ezt között elsőként kell mindenképpen megemlítenem a magyar élelmiszeripart. A magyar élelmiszeripar, amely a rendszerváltozás környékén a privatizáció éveiben jelentős veszteséget szenvedett el. Igen, ennek a talpraállítása folyt az elmúlt évtizedben, és ezt a célt kiválóan szolgálja a most induló 1,5 milliárd forint összértékű beruházás, amelyhez, mint ahogy itt mögöttem ezen a molinón is olvasható, a magyar kormány támogatása is hozzájárul. E beruházás keretében, ahogy már elhangzott, 2500 négyzetméteren épül új hántoló üzem, terménytároló, emellett megépül egy napelempark, segítve ezzel a vállalat energia függetlenségét is. A megépülő új gyártókapacitás
ahogy elhangzott már szintén, speciálisabb gabonatermékeket is képes lesz előállítani. Ez is egy jó irány, egy jó jel, hiszen ezzel a vállalkozás képesebb lesz nem csak a belföldi piacon, hanem egyre nagyobb exportpiacon is jelen lenni. És azt is hagyd tegyem hozzá, hogy a szatmári cégcsoporton túlmutató lehetőség is rejlik ebben a fejlesztésben, hiszen a hozadék egyrészt a helyi gazdák támogatása is, hiszen a szükséges alapanyagokat tőlük tervezi beszerezni az új gyártóüzem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor szuverenitásról beszélünk, akkor egyben egy olyan közösségi szemléletmódra is utalunk, amely az egész nemzetre kiterjed. Olyan támogató hozzáállásra, amely a nehéz helyzetbe kerülők számára megadja a szükséges segítséget, amennyire csak képes erre. Miért mondom ezt? A jelenlegi beruházást végző cég ügyvezetője, a körünkben ma itt jelen lévő Szatmári Zoltán úr, szerény ember, ritkán szól, viszont gyakrabban cselekszik. Ezért hadd emlékeztessem a jelenlévőket arra, hogy amikor a járvány legnehezebb időszakában Szatmári úr 40 tonnányi adományt, gabonát és tejet személyesen hozott fel Budapestre, iskolák, óvodák, nevelőintézetek, idős otthonok és más szociális létesítmények számára. Tegyük hozzá, ez nem egyszeri eset volt, többször is került sor ilyen a cég részéről, hasonló felajánlásokra. Utólag is, még egyszer köszönjük, az ilyen segítség nyújtása legjobb példa arra, hogy a magyar vállalkozásokra a nehéz helyzetben, a nehéz időszakban is lehet számítani. Köszönjük! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnos ma az európai folyamatok már nem a nyugalom, a béke és a jólét felé, hanem inkább a sodródás, a kiszolgáltatottság és az önfeladás felé mutatnak. Ebben a környezetben kell helytállnunk és szuverén országnak maradnunk. A magyar kormány azért dolgozik, hogy a háború helyett ismét az építkezés, a fejlődés, az előrelépés legyen a meghatározó elem. Az évi több tízezer tonna alapanyagot a Karcak környéki gazdákkal szeretné megtermeltetni a malom tulajdonosa. A beruházás nagysága 1,5 milliárd forintos nagyságú, ebből épül egy 1500 négyzetméteres malomüzem, egy 1000 négyzetméteres készterméküzem, és felújításra kerül a mellettünk látható 30 ezer tonnás betonsiló. A beruházást szeretnénk befejezni jövő év végére. A beruházás nagysága 1,5 milliárd forint, amiből 730 millió forint támogatást kaptunk. 15 főt szeretnénk foglalkoztatni minimum ebbe az üzembe, ha készen lesz. Az évszázados karcagi hagyományokat folytató malomban várhatóan jövő év végén már őrülni fognak.